Pisti! Na, sziasztok! Újabb Dunapandás termékcsomag kóstolgatás lesz itt most. Elég elvetemű szajrék vannak. Voltunk Kőbányán, és összetettünk pár cuccot. Nem rengeteg mennyiséget egyáltalán, de azért mégis olyan dolgokat, amiket eddig még Patrikkal sem kóstoltam, meg úgy egyáltalán nem. Van itt egy halom dolog, nem is fogom itt nektek mutogatni, mert teljesen mindig árakat nem tudok mondani. Általában elmondható, hogy szerintem a legtöbb termékről, mit tudom én, persze mérettől függ, meg stb. De 500-1500 forintos ár tartományban vannak ezek általában. Úgyhogy ezeket így kell nézni. Van itt valami édesség, palacsinta, snackek, igazából van itt kis minimális főzőcskézés, nagyon idézőjelben a főzőcskézés is fog történni, úgyhogy let's get into it. Az első cucc az ez. Fogalmam sincs, ez mi a bánat. Ez Taro Persin Coconut Cream. Ja igen, Taro Gyöngy Kókusz Krémben. Taro Gyökér, másnéven Taro Krumpli. Származása Ázsiában, Óceániában, így van, Kínában külön ünnepségeken, rituális keretek közt fogyasztják, és úgy tartják, javítja a látást. Na, az nekem nagyon jó lesz, mert amúgy most látom, hogy a kamera pontosan hogy van. Tehát Taro Gyöngyök vannak benne, ilyen kis, nem tudom mi ez, ja, kókusz krémben. Erősnek tűnik. Ez már itt kész van. Hogy mutassam nektek? Tehát ez picit ilyen... Olyan, mint hogyha... Hogy is mondjam nektek? Mint hogyha ilyen joghurtban lenne. Hí, tesó, ez azért... Lehet, hogy fájni fog. Olyan illata van, mint hogyha megmegítettem volna egy krumplipürét, vagy olyan illata van, mint hogyha... Nem, forral tej, kb. Bassz meg. Jó, oké. Okay. Ez most lehet, hogy nincs kedvem. Reggel van amúgy. Na nézzük csak a kókuszt. A kókuszkrém. Egész jó, sokkal rosszabbra számítottam. Wow, finom, édes. Na nézzük ezt a Taro. Javítja a látást, lehet, hogy egyből puff, kell a tökömnek sastrem klinika. Wow. Nem hiszem. Ha! Beszarok! Na ettől amúgy féltem. Ez finom. Ez esküszöm, hogy finom. Nem enném minden nap. Olyan ez a Taro gyöngy benne, mint hogyha ilyen galuska lenne. Ilyen picikét szétfőttebb galuska. De nem is kell annyira szétfőtt, de tiszta galuskás. Teljesen semleges íze van a gyöngynek magának, de nagyon jó állaga van, tehát nem hinné az ember, de amúgy nagyon, nagyon para, hogy ez nekem ízlik egyébként, szóval tényleg ilyesmi amúgy a cucc, tehát egy ilyen kis kockák inkább. Kicsit szégyellem, hogy ez nekem ízlik, de ez finom. Nem akarnám most éppen megenni, meg lehet egyébként, hogy így máskor sem akarnám megenni, de így meglepetésszerűen finom. Olyan, mint mondjuk volt a előző ilyen videóban a Patrikkal a csirkeláb snack. Tehát magamnak nem venném meg, de amúgy ott megettem, finom volt, de úgy nem vágyom rá, hogy megvegyek egy ilyen csomagolt snacket. Ez, this is yes, ez egyáltalán nem rossz. Ez, hogyha esetleg kerestétek még egyszer, ez a Joy of Thai márkájú. Igen, és ez fagyasztva van, és melegíteni kellett igazából. Elkezdjük megcsinálni az egyik nagyon érdekességet, ez a rozé ízű, hát mit tudom én, mi ez, tészta? Elvileg ez csak tészta lesz. Koreai a cucc. Ezt mondja, hogy most csak angolul van rajta minden. Ja, Korea, így van. Rose Bulldog Ramyun Multi. Az egészen pontosan. Van nekünk egy ilyen erősségi skálánk, elmetizin, ez pont a felénél van, tehát ez kettes, nem tudom, látszik-e, ez kettes cucc, és tényleg rozé. Itt vannak benne olyan cuccok, amiket nem tudom mik, tehát itt ilyen virsinek tűnő valami is van. Beindítom a kis rezsómat itt. Én azt mondom, hogy ígyunk egyet, mert vannak itt innivalók is egyébként. Na most van egy ilyen nagyon jó kis... Hát azért most már egy picit eltelt idő így a izé óta, a kókuszos cucc óta, tényleg nem enném többet. Tehát, hogy ez így egynek jó, de most így érzem már, hogy ez a két kanál, ez is sok volt, tényleg így annyira intenzíven édes, hogy nem igaz. Szóval vannak nekünk innivalóink is, amiket nem fogok tudni kivenni, de igen, ez elmegy szinten energiaital.
ez nem tudom milyen energiaital, Jian Li Bao, narancsízű, összetevők, víz, fehércukor, fruktózszirup és még egy csomó méz. Minden, ami kell általában egy energiaitalba. Akkor van nekünk egy bubble tea, popping boboa mixberry, ugye ezek a boboák, ezek azok a zselés, ilyen kis gyöngyöcskék, és az van benne bubble tea mixberry. Jó, hát ennyi. Nem érzem még egyre benne a bugit. Ja igen, vettem egy sört is. Tsingtao. Imported Premium Lager. Szóval Winkler Robi leszek lassan már. Tsingtao sört, direkt a kicsit vettem. Úgy lesz a tiszta. 4,7%-os világos sör. Árpamaláta. Van-e benne kukorica? Ugye az szokott lenni a problémás az ilyen sörökben. Nincsen. Ivóvíz, árpamaláta, rizs, komló. Kész. Ennyi. Ez lehet, hogy nem lesz rossz. Nem tudok róla semmit az égvilágon. És akkor van még sugar cane drinkünk, ezt már csak úgy érdekességképettem meg, ez, nem tudom ez mi. Ez a nádcukor ital, cukornád ital, gyakorlatilag az, szerintem ez egy ilyen édes valami lesz és kész. 100 milliben 44 kalória, szokásos igazából, mi van benne, várjál. Cukornád ital, így van. Víz, cukornádlé, cukor, citromsav, ennyi. Szerintem ez nem lesz szénsavas sem. Olyan érdekes lehet amúgy az a dolog, hogy te ezt így meglátod a polcon, és így, ja, jó, neked ez így egy energiaital, ez egyértelműen az. Vicce, ú, de milyen nyitója van, ez very special. Special. Azt a szerintem ez, ja, hogy ezt le kell így rántani. Tűha. Very Chinese. Szerintem ez energia, az van írva. Mi van? Aha, a méz. Jön a méz belőle, öcsém. Semmilyen energiaitalos feelingje nincsen. Olyan, mint hogyha mondjuk lenne egy narancsos, sőt, olyan az alapja, de nagyon eldugva, mint mondjuk a... Nem fog eszembe jutni, de van egy ilyen olasz márkájú ilyen, van citromos ilyen szénsavas üdítőjük, és van narancsos, és ilyen nagyon, nagyon érződik benne, hogy tényleg valódi narancslé van használva hozzá, és elképesztően jó cuccok. Majdnem mondtam a nevét. Na mindegy, nem jött eszembe. Szóval úgy érződik ez a narancslé a háttérből, de közben energiaitalosság nincs benne, és de viszont ami lenyeled, és így telibe kóra méz íze, de komolyan mondom neked, nagyon durva szerintem. Közben a vízünk már amúgy kezd itt melegedni. Hajítom is bele a biztos, hogy nem. San Benedetto inkább. De azt mondtad az előbb. Jaj, ez a neve, akkor ez nem teszem. Igen, San Pellegrino, az lesz az. Igen, arra gondoltam. Köszönöm szépen a segítséget. Ó, és nagyon jó, ebben a tipikus koreai tészta van. Ezt én nagyon szeretem, ezek ilyen, ez vastagabb, picikét tömörebb, nem olyan, mint a normál. Ezeket jobban szeretem. És akkor itt van nekünk a rozés szósz. Nem, bocsánat, pontosan azt mondom, ez lesz a rozés valami. És akkor még itt marad benne egy kis paszta, azt is belehajítjuk, és akkor jók vagyunk, úgy. Oké, hát akkor ez itt magának el van. Úgyhogy ajánlani nem tudom. Tényleg, a méz. Egyszerűen nem illik bele, szerintem a méz íz. Nem rossz, nem szörnyű, de nagyon geil. Apám! És így tudod, elolvasod, hogy méz, jó, oké, tényleg van benne méz. Elolvasod, hogy jó, az csak ilyen kis köcsögösködésből rakják bele, hogy legyen valamit elmondható, de nem, tényleg kiérződik, és nagyon fura, és tolakodó. Na, valami snackit. Let's go with this one. Hát, nem túl bizalomgerjesztő egyáltalán. Ez kérlek szépen titeket, srácok. Kacsaszárnyak fűszeres. Tehát, hogy ez szerintem ilyen nagyon durva lesz. Kacsaszárny, öcsém. És többes számba van. Hú. Enyhe fingszag érkezik. Hú, öcsém. There you go. Nasty. Hát kacsaszárnyak, hát ez egy darab. Tehát ez, de olyan fura, hogy hideg. Tudod, hogy így ez... Fűszeres, szóval ez fűszeres, gondolom csípni fog, mint a bánat. Benne van. Na nézzük, proszit.
Miért van ennek söríze? Olyan íze van, mint amit gondolná. Nem, nem szar, hanem úgy csíp, mint a kurva élet. Jó, lehet van. Köszönöm. Nem, igen, nyugodtan. Nem volt nagyon durván csípős. Kicsit lejjebb vesszük ezt már. Nem volt nagyon durván csípős, fűszeres volt. De először, ami az öklendezést kiváltotta. Előre mondom, nem játszok rá. Tehát azt gondoltam, hogy akartok, nem játszom meg. Én nem szoktam öklendezni kamuból. Először volt egy ilyen sörös jellege. Tehát ilyen árpás, vagy ilyen malátás volt egy kicsikét, és így nagyon furcsa volt. Amúgy a hús maga az is olyan volt, mint hogyha ilyen zsírba harapnék, tehát ilyen titigi. A láb jobban ízlett. Talán azért ízlett az jobban, mert azon kevés hús van. És akkor ott csak a porcok voltak, meg nem tudom, ez hú, bazd meg. Nem, ez nem működik. Meg ki akarna ilyet enni amúgy is? Erre inni kell egy sört. Tehát azonnal hallod, nem is kérdés. Tsingtao. Szerintem ez semmi extra nem lesz. Ebben nem kéne már, hogy méz legyen. Hát ez nagyon érdekes. Mindjárt hányom magam. Mi van velem? Söríze van, nyilvánvalóan. Enyhe, de mégse. Picikét olyan, mint az Asahi sör. Tehát, hogy ilyen száraz, és ilyen nagyon enyhe íze van. És akkor megint az van, hogy megvan a kortyérzet, az egy ilyen light-os sztori, mint az Asahinál, és akkor lemegy, és akkor utána így jön egy olyan kategóriájú keserűség, amit így nem éreztem máshol egyet. Tehát egy ilyen nem olyan úgy keserű, mint a legtöbb másfajta sör, vagy nem tudom hova tenni, picit más. Hát ezt se innám azért sűrűbben, megmondom őszintén. Ez amúgy nagyon jól néz ki, ez konkrétan most úgy néz ki ez a cucc, mint hogyha a cheddar szószban lenne. Inkább elengedő, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Jó, hát akkor menjünk tovább a következő borzalommal, mielőtt még rámennénk erre a normálisnak tűnő ételre. Legyen mondjuk, essünk túl a, fú, bazd meg, a snack, úristen, CX, bármit is jelentsen, snack grill, kacsanyag, csípős. Az összevő kacsanyag, cukor, étkezési só, MSG, tehát Metal Gear Solid, majdnem az MGS, fűszerek, szójaszósz, por, élesztő kivonat, élelmiszer aroma. Jó, 9 hónapig ez eláll. És, csak hogy minél több szemetet termeljünk, ezek ilyen külön... Hallod, ilyet beviszel a melóra, a melóhelyre, itt az irodába, így osztogatni nem cukrot, hanem ilyen kacsanyag darabokat, bazd meg. Mert hogy ez ilyen Share Your Friends kacsanyag, Ducknek, és ez nagyon picik egyébként, tehát ilyen kis csomagocskák, kis individual packages. Jó? Hát igen, így van, megint ugyanaz a koncepció, tehát egyből nyersen ott van neked telibe. Egy ilyen kacsanyag kocka, gyakorlatilag itt az a... bazeg. Hallod, nagyon para. Olyan, mint hogyha ezt most így 3D nyomtattad volna nekem. És ez csak így paf be? Nem, hát az csontos. Csontos? Aha, tényleg az. Lehámozom róla a csontról, tudod? Hát? Április elsőjei poénnak kurva jó lehet egy melóhelyre. De amit el tudok kérdezni, nem is te feltétlenül egy irodába, hanem a srácoknak a raktárba, vagy a telepre, hogy ott hátra visz, és akkor körbeadod mindenkinek, és akkor ott így... lehet vele szórakozni. Hát, srácok, ki kellett köpjem. Nyilván, egyébként ez nem olyan rossz, viccen kívül, tehát, hogy nem csíp brutálisan, nincsen nyakon öntve, ha érted a poént, brutálisan fűszerrel, de mégis azért van egy ilyen ázsiai fűszerezése, de nagyon visszahúzódó, tehát nem vészes egyáltalán, csak egyszer nincs rajta olyan sok hús, hogy így legyen. Ez tényleg, ez lehet, hogy le kell így ízni, csak megint a koncepciót értem, tehát kicsomagolsz egy ekkora kis nyakkockát, és akkor mint a kis mókus is szedeges le róla a húsikát, szóval furcsa, meg ez az on the go, tehát így fölmész a hévre, és akkor előveszel egy ilyet, és akkor elkezded ott ízni. Érdekes.
Egyébként nem volt rossz, sokkal rosszabbra számítottam. Van egy ilyenünk, srácok, hogy crunchy fries. Tehát ezek elvileg sűrt krumplik, és amúgy nem tévedés a dolog. Valamint van nekünk egy ilyen is még pluszban, ez külön fog elkészülni, nem itt, hogy paratha onion, ez ilyen hagymás palacsinta gyakorlatilag, ezt serpenyőbe kell megcsinálni. Ez egyébként nem tűnik rossznak, erre nagyon kíváncsi vagyok. Soybean, peanuts, minden ami kell, na nézzük meg, hogy ezt hogy kell elképzelni. És bazd meg, hallod, kajak sült krumpli. Tehát ez kajak sült krumpli dobozban, öcsém. Never seen before. Hi. Azt a kurva! Hú! Aha. Ember! Ennek miért van megint hóna íze? Ja, igen. Menjek el, vizsgáltassam ki magam. De... Fú! Olyan... Kóstold meg, esküszöm. Az első dolog, ami nekem eszem, az a hónaj. Nyugodtan. Az első a hónaj. Anyám! Na, mindketten betegek vagyunk, úgy fes. De az ilyen kömény van. Meg ez a római köményszerűség valami, de amúgy kurva... Igen, mert utána... Igen. És amit a ízékbe raknak a taco, meg... Aha, ilyen, ez a mexikói... Igen, ez a mexikói fűszer. Olyan, mintha egy ilyen munkás dobdába bemennél, és így megnyolnád Béla bácsi. Egy az egyben, nekem mindig a hónaj íz... Tehát tudom, ez ilyenkor vicces, de honnan tudnám, én se kóstoltam még hónajat. De... Tessék? A hónaj szaga, és én ezt most ízlelem... De amúgy basszus, ezt dobálgatom, mert nem olyan vészes egy után. Na, megnézzük. Szóval a palacsinta, az így néz ki. Looking like this. Hát ez olyan, mint hogyha a hagyma látszik benne rendesen. Amúgy tulajdonképpen egy chips, de nagyon ügyesen hozza a sült krumpli formát. A sült krumpli állagot már nem, mert ilyen chipses. Sokat szóra, sokadik után már tényleg egyáltalán nem rossz egyébként a cuccnak. Hol a teteje? Ja, ennek nem nincsen teteje? Na, ez egy nagy negatívum. Tehát ezt letéped, és nem kell letépni. És úgy kell visszacsomagolni. Hú, azért ez fűszeres. Tehát azért watch out, de rá is van írva persze, hogy spicy. Rák, őzike, tengeri alga, tekercs. Ezeket nem én vettem. Nem én ezeket. Arra nem az volt írva az áránál, csak a dobozán. Ez valami hínáros. Az. Benne. Hát, guess we'll find out. Lehet iszok előtte, ha egy adag sört, hogy így. Alga tekercs, bazd meg. Ez szerintem, wow, de rendesen tényleg ott az alga. Tehát, hogy ez így nem, no joke. Na nézzük. Ebből mennyit sus? Ez nagyon érdekes, srácok, mert beleharaptok. És jön ez az alga íze. Őzike. Nem, az őzike az nem jön egyáltalán, hál' Istennek. Szóval jön az alga íz, és ez a tenger íz vele együtt, amit én amúgy nagyon szeretek. Tudom, hogy sokan vannak, akik utálják a tenger ízét, én nagyon szeretem. Úgyhogy az jön, és ahogy elkezdesz haladni benne, jön egy nagyon minimális a rák íz, és a végén azért édes lesz az egész. Szóval azt az édességet azt nem egészen értem már benne. Hát cukor van benne, meg növényi olaj. Hát ez ilyen édesség. Csak úgy nem gondolnád azt így az alapján, hogy amúgy ilyen rákos, meg ilyen algás, de ez telibe édesség, srácok. Ahogyha szeretitek a tenger ízét, és valami extra kell, hogy mert még édes is legyen, nem tudom ki az, aki így gondolkozik, akkor ezt a, mit tudom én, milyen márkájú tudom ajánlani, mert hogy ez nagyon kemény. Az amúgy így néz ki. Nagyjából beleláttok. Noodle, standard noodle, csak hogy mi ebben a rózsa íz, arra vagyok nagyon kíváncsi. Ja, erről beszéltem. Tehát ez a... Most már van annyi tapasztalatom ezekkel az instant kajákkal, hogy a koreai verziókat érdemes keresni, mert a tészta, tényleg a tészta teljesen más benne. Szóval tömörebb, töményebb talán egy picit, tényleg teljesen más érzetet ad az egész. Sokkal jobban tetszenek ezek a verziók. Semmilyen rózsa illat nem csap meg.
Nem tudom. Nem tudom, ezek olyanok, egyből nem lehet eldönteni amúgy, hogy ízlik-e vagy nem. Nem tudom, hogy van ez. Olyan sejmes, olyan lágy. De mondjuk az se segít, hogy tele van a szám most ezzel a rákos szarra. Lehet, hogy egy ilyen öblítést. Azért a Tsingtao ez csúszik, ne aggódjatok. Tehát, hogy nem olyan szörnyű az, mint azt gondoltam először. Hát... ez nem rossz. Az a helyzet, hogy ez egyáltalán nem rossz. Tényleg cheap. És nagyon értékelem a csomagoláson található kis mérőszámot, hogy mennyire is cheap. Például, ugye voltam a Napandában, és én vettem magamnak ilyen hotpotos cuccokat. Úgyhogy hotpotoztam egyet magamnak itthon, és tök jó volt meg minden, de sikerült vennem egy olyan bánaterős alaplevet, és tudod, mi volt a képen? Egy ilyen apró, valahol eldugott, rajzolt paprika. Hogy így a... mondom, jó, az nem lesz olyan vészes. Hát a nagy lószart nem, tehát brutálisan erős volt, majd megdöglöttem tőle. Úgyhogy, amikor egy ilyet találsz a Dunapandában, olyan terméket, ami ilyen szinten le van írva, hogy van egy ilyen mérőszám esetleg, hogy milyen csípős, az nagyon értékelendő, tehát annak örülök. Egyébként ez finom, hogy milyen íze van. Enyhén talán paprikás, nem paprikás csirkés egyáltalán, de enyhén csíp, de ez még az a... de jól néz ki, basszus. Ez még... ja, ez még tipikusan az a kategória a csípősségben, ami még vállalható simán szerintem. És nem igazán tudok kiérezni belőle semmit. Egyszerűen csak van egy ilyen sejmes, tésztás karakterisztikája. Szalonnás. Aha. Hát érde, nem tudom. Nekem én nem tudtam mit kiérezni. Picit ilyen, de nem tudtam. Az, hogy mitől rózsá, vagy rózsás, az rózsá, izé lettem teljesen, igen, Bályi Pista lettem. Szóval, hogy mitől rózsás, vagy mitől, mi ez a róz dolog, nem tudom. Mindenesetre megyünk tovább, és itt van nekünk ez a palacsinta, amiről szó volt. És amúgy baromi jól néznek ki. Jók lettek. India is? Igen. Amúgy ez kínai, nem? Kínai betűk voltak rajta a csomagoláson, úgyhogy szerintem ez Chinese akar lenni. Ú, nagyon jól néz ki. Picit ilyen lepényes már, vagy nem is tudom. Hú, de jó. Hú, na nézzük csak. Wow, ez jó. Ez komoly cucc. Nyilván ezt így köretnek, tudom elképzelni. Valamilyen szószos kajához. Tudod, mit fogok most kipróbálni? Vettünk, srácok, kimcsit. Rá fogom tenni a palacsintára, az fog történni. Finom. Tépek magamnak egy ekkorát, és akkor van nekünk kimcsink, ugye? Picit után néztem, ez koreai, tehát nem kínai, koreai konyhának az alapköve. Kell... meg uborka, meg minden, ég az ilyen savanyítással. Ez most már nem csak az a kimchi, ami mondjuk a Patriknál volt a kóstolós videóban, mert ugye abban is volt, aha, tulajdonképpen első blikre olyan, mint hogyha, mi ez, töltött káposzta konzervet nyitnék ki, ebből sokat nem láttok, nem tudom mutatni. Igazából ez ilyen, vannak benne ugye káposzt, kell darabok, és ilyen paprikás valami lögybe, tök úgy néz ki, mint a izé, töltött káposzta. Uh-huh. Wow. Ez nagyon jó. Ez wow. Hú! Ez savanyúság. Tulajdonképpen, ugye nyilván mondtam, savanyítással készül, de közben benne van egy olyan paprika, azért csíp egy picit, azért watch out. Óvatosan azért. Szóval, ezt lehet, hogy nem rakom rá viszont a palacsintára. Azt hittem, ez egy ilyen pürésszerű valami lesz. Az oda nem való egyáltalán. De ez amúgy, én nem is tudom, hogy mihez enném. Hogyha a savanyú káposztát szeretitek, akkor ezt is szeretni fogjátok, meg hogyha a csípőset még mellé esetleg, akkor aztán pláne, mert azért most már beüt a cucc. Nátszukorital, srácok. Sugar cane drink. Let's go. Baromi egészséges lehet. Kicsit félek ettől is. Aha. Jó, megvagyunk. Egyelőre enyhe édes illatokkal operáló sztori. Cukros víz. Tulajdonképpen kihitte volna, az... anyád, de szar!
Szarnak én nem mondanám. Cukros víz. Nem. De. Ez egy ilyen gyom. Gyom. Ilyen... Nem. Penészes alma íze van. Tényleg? Igen, mutasd. Igen, itt a maját, szóval tudom mondani. Amikor a penész darabok igen. Tényleg. Tényleg én is ittam már ilyet. Tényleg én is ittam már ilyet, tényleg egy picit olyan penészes almalé jellegű. Nyugodtan passzoljátok, tehát nyugodtan ki lehet hagyni. Jó, kerülgetem itt a forrókásod, mert ideje, muszáj lesz túlesni rajta. Bazd meg, még az is itt van. Aprított tintahal. Ettől nagyon félek, srácok, lehet, hogy anafilaxiás sokkom lesz. Vismilak. Jaj! Milyen jó volt eddig az élet. Nagyon aranyos. Fú, bazd meg! Hát ebből szigorúan egy kis darabot, jó? Tehát ezt az egészet nem fogjuk beküldeni. Kivágunk belőle egy darabot. Ugyanaz a fűszerezés köszön vissza, mint ami egyébként a büdös tofu volt régen, meg az olajos, nyás, vagy saslik jellegű cucc, amire föl voltak húzva. Ezek mind ugyanaz a paprikás, ilyen brutál dolog. Tintahal, let's go! Hát srácok, hogyha szeretitek a tintahalat, meg a polipot, mert picikét ilyen polipos volt az már inkább nekem, ezt a rágós sztorit, akkor go for it, meg baromira csíp, ugyanabban a paprikás szószban, mint amit mondtam is már nektek, jön egyébként a tintahal íze, tehát nekem inkább annyira a tengeríz volt. Picikét azt éreztem, hogy ebben a brutál, csípős álomvilágban így befolyik egy kis tengervíz, de nagyon pici, kicsit szolidan, hogy amúgy el ne felejtsd, hogy amúgy tintahalat eszel, faszi. Hát, skippelhető. Tehát picit jobban féltem tőle, mint amilyen volt, de én ezt a rágóságot, én nem szeretem ezt az állagot. Tehát ez a polipot se... stb. És akkor essünk túl a következő meredek esetem, az ez. Ez így csomagról tök cukinak tűnik, kis izé, kis szószocska, kis tojás. Hát ez nem tojás, az a probléma. Ez kagyló, srácok. Fokhagymás borssal fűszerezett kagyló. El sem tudom képzelni, ebben a csomagban ez hogy fog kinézni. Kagyló, öcsém. Bazd meg, ha ettől nem leszek allergiás, akkor semmit a... Már rettegek. Azt érzem, hogy viszketek. De még szerintem nem, ez már csak a hipohondria. Bazd meg, de utána sose ettem még kagylót. Oh, Jesus! Ez ilyen... Várjál már. Már tiszta dzsúva az egész asztal. Looks like this. Hát ebből megint csak egy picit, jó? Tehát, hogy az... Na. Azért ez se olyan pici. Szerintem... Így van, megint pontosan ugyanabban a fűszerben, mint eddig, bármi. Let's go, proszit! Ezeket nem kóstolod meg? Nem? Nem? Hát? Hú, bazd meg. Ez tulajdonképpen feelingre ugyanolyan volt, mint a tintahal, tehát ez a... Csak itt most azt éreztem, hogy jobban, mintha fel lenne darálva, így tépkedve, vagy így vagdosva. A baromirágos, baromira szörnyű, sőt, ez még porcos is volt egy-két helyen, tehát egy ilyen roppant, közben rágós, közben szörnyű, katasztrófa, ez tipikusan az, ami nem undorított, tehát nem hánytam el magam közben, én attól féltem, hogy öklendeni fogok ettől is. Ez kimaradt, hál' Istennek, de erre például nem tudom azt mondani, hogy ezt szívesen megenném most itt. Tehát egyáltalán nem enném meg szívesen. És akkor van belőle egy csomó ilyen kis pak, nem tudom ezt hol, gyakorlatban ezt hol veszik, hogy hazaviszik, vagy otthon, és akkor egy kis kanál izét, hogy így, vagy nem tudom, vagy ezt így lerántják ezt a vonaton, és csak így benyomják a szájukba, vagy elképzelésem nincs, ez hogy kell elképzelni. Bubble tea,
Let's go. Azt mondja, hogy berry, mix berry. Majdnem azt mondtam, hogy berry mix, de ez mix berry, tehát az ilyen bogyós gyümölcs keverék, valami. Jó, nézzük. Nem kéne szörnyűnek lennie, és nem is az. Picit ez a egyértelműen, itt már a csomagolás színéből is látszik, ugye, meg a színezetből, hogy ez gyerekital. Az ízből is egyértelműen érződik, picit ilyen... Jaj, kijött egy boba. Menj csak vissza. Picit ilyen vitatigrises egyébként. Tehát te a feeling az nem annyira jön, inkább tényleg ez a vitatigris feeling, és akkor kéne olyan zselés golyót is, ugye? Az szörnyű benne. Nem, egyszerűen az állag, nem az íz, hanem az állag, hogy így iszod, és akkor van egy ilyen zselé cafat, mert nem ilyen bogyók vannak benne, meg ilyen kis kockák, hanem egy ilyen levált ott a kis konzerv, vagy nem tudom, fémdoboznak az univerzumában, ki tudja mióta hánykolódó kis cafatocska így valahol így megérinti a szájpadlásodat, miközben iszol. Az úgy nekem ezt okozza sajnos, nem idegen, nem illik oda. És akkor jön egy olyan, hogy fenn, erről az égvilágon semmit nem tudtam, érted, de hát van róla némileg információ, nem tudom elképzelni, milyen kaja lesz ez. Tehát ez gyümölcs, lótusz gyökér, porral keverve, piros datolja és fehér gomba íz. Tényleg az kell íz. Igen. Vagy tej. Nem, ez meg a másik, nem tudom, hogy mi kell ehhez. Tehát, hogy és egyszer nem tudom, mi a koncepció, tehát tényleg van itt minden. Olyan, mint valami haltáp. Mondjuk ki, olyan, mint valami haltáp az egész. És nem vagyok benne biztos, hogy most tejjel öntjük fel, nem vagyok benne biztos, hogy a tej az jó ehhez. Tehát ez most csak egy teszt. És a tej is az ilyen szürkébb lett egyébként tőle. Let's go! Ez műzli. Ez ekte műzli. Ez zappehely. Ez kínai zappehely. Ez nem lehet más. Ez adja a feelinget. Néhol jön ilyen lencse feeling, mint hogyha tudod, ez a ízé lenne ilyen modern zappehely, tudod, ilyen lencse chips, meg picit olyan, mint a répat, meg zöldség chips, tudod? Picit olyan flesse van. Hát... El lehet engedni messzire. Köszönöm a figyelmet, srácok! Hát most tényleg ennyi fért bele, meg egyedül voltam, de nem tudom most mit magyarázkodok. Sziasztok, jöhet az out! Ró! Remélem élveztétek a videót, srácok! Leírásban egy csomó link megtalálható lesz. Köszi a figyelmet, sziasztok!